és jobb három szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally Angeri promotere a TRPKFT És a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség. Köszöntünk mindenkit, ez tehát a jobb három szigorú, a mikrofonnál a műsorvezető Szújó Zoltán. A Liepaja rali után beszélgetünk, ugye ez a tervezette 8 futamból álló Európa-bajnokság második versenye volt, tehát két futamon már túl vagyunk, és természetesen azzal a Herceg Norbival fogunk beszélgetni, aki ott volt navigátorával Ferenc Ramonnal ezen a versenyen is. A 13. helyen zártak Norbiék, és itt van velünk természetesen az az Őri Tamás is, aki promóterként, navigátorként, rali imádóként szerepel általában a jobb három szigorú podcast epizódjaiban. Sziasztok, Norbi, kérünk szépen egy egészen friss élménybeszámolót. Ugye a 13. helyen zártatok, tükrözi-e ez a végeredmény azt, amit te az autón belül éreztél? Sziasztok, nagyon jó a kérdés, és én, én most nagyon-nagyon tele vagyok élménnyel, és örülök, hogy ennyire frissen tudunk beszélgetni a verseny után. A verseny után nagyon sok emberrel beszéltem, tőlem kicsit távolabbi emberekkel, közelebbi emberekkel, és a feleségem is jó párszor végighallgatta ezt az, ezt a általában a rövid élménybeszámolót, és egy átjött neki egy nagyon beszédes szám, amit szeretnék most elmondani, mert ezt most már szerintem ő is álmából felkeltve fogja tudni, amit mondok. És Tamásnak is ezt mondtam a versenyt követően, hogy az eredmény egyáltalán nem tükrözi a Valós teljesítményt, muszáj ketté bontani a, a teljesítményünket, illetve a versenyzésünket. Egyet az elején muszáj, hogy elmondjak, vagy el kell mondjak, és borzasztó nagy boldogsággal és örömmel mondok el, soha ennyire közel Murván nem voltunk a, a, a rali európai, de mondhatom, hogy a rali világ elitjéhez. Mint most ezen a versenyen, és ezért is nagyon jó a kérdésed, hogy mennyire tükrözi az eredmény a, a valós teljesítményt. Szét kell bontsuk a versenyt, az első versenynapot és a második versenynapot külön kell értékelnünk. Az első versenynap egy nagyon rossz rajpozícióból versenyeztünk, köszönhetően annak, hogy a kvalifikáción vétettem én egy, hát azt mondom, hogy picivel nagyobb hibát, lecsúsztunk ötödik sebességi fokozatban a búza táblába, ahol, ahol vissza kellett ezáltal váltanom egy negyedik sebességi fokozatot, mire visszakecmeregtünk az útra, és tovább tudtunk menni. Ez egy olyan másfél-két másodperces hibánkba keveredett. Azt kell tudni, hogy itt századok választják el egy-egy helyezést egymástól. Ez az, a, ez az a szakasz, amit egyébként századokra is mérnek, nem csak tizedre és így sikerült egy, egy rossz rajt pozíciót megkaparintanunk a következő napra. Ez a murvás versenyeken azt jelenti, hogy aki elől megy, az takarítja a pályát, és nagyon-nagyon rossz pozícióban, és, és, és egy kicsit kvázi hátrányban versenyzik. Bocsát a kvalifikációt érdemes megmagyarázni a raliban, ugye Igen. nem mindenhol van. Például a rali világbajnokságon ugye a VRC már nem rendezik meg a, a kvalifikációt. Milyen a megítélése ralin belül a kvalifikációnak? Egyáltalán az hogyan működik a raliban? Hát nem csak a ralliban, által az összes autósportban folyamatosan ízekre szedik a kvalifikációt, és mindig kipróbálnak kitalálni valamit. Most azért nem csak a Norbi érges, kicsit jobbal, nem feltétlenül igazságos azért, mert, mert az egész versenyedet tönkre teheti, plusz valljuk be, hogy lehetőséget ad taktikázásra. Tehát erről, erről azért kell beszélni, hogyha te véletlenül egy kicsit túlcsusszol, véletlenül lefulladsz a rajtba, akkor tudsz azzal játszani, hogy te te, hogy is mondjam, jogilag korrekt módon, de nem sportszerűen megszerzett a pozíciót. Ez a helyes megfogalmazás, Tehát a Norbi ebbe a csapdába esett most Liepaján, bár nem akarok helyet. Ne, ne, ezt bontsuk ki, ezt nem értem pontosan, Ez hogy működik. Tehát gyakorlatilag, te tudod azt, hogy... Miről dönt a kvalifikáció, bocsánat, a raliban? A, rajt a rajt pozíció A rajtpozíció arról, hogy te, te választhatsz magadnak első 15, 15 rajtpozíciót. Hát sorrendben, de ugye, hogyha a Norbi 14 akkor 14 ként választhat rajt pozíciót és addigra az összes jó rajtpozíciót elviszik az óra. Hiszen elő. ennek murván különösen nagy jelentősége van, mert kiárják a nyomot? Kiárják a nyomot egyfelől, illetve ami nagyon nagy a kanyarokban is, hiszen ezen a versenyen még hatványozottabban igaz, hiszen ilyen nagyon-nagyon apró, pici, mi úgy hívjuk, hogy csapágyg közlekedünk, és ennek egy féktávon, amikor megérkezel mondjuk 180-185 km per órával egy derékszöghöz, és ott meg kell állnod, vagy meg kell lassulnod mondjuk 45-50-60 km per órára, akkor ezeken, ezen a pici csapáig olyan közlekedik az autó a tetején. De ha elmegy előtte 10-12 autó, aki, a féktávokon ezeket letisztítja, akkor egy-egy ilyen féktávon nagyon-nagyon súlyos, akár másodperceket hozhatsz a többihez képest, és nem beszélve még a kanyarokról, ahol ugye tud lenni egy tisztább, tisztább, tiszta nyom, ahol, ahol sokkal temposabban el tud menni az, aki hátrébről jön. És a kvalifikáción elővégzők egyébként jellemzően milyen pozíciót, milyen rajtpozíciót választottak itt a Liepaján? minél hátrébb. Minél hátrébb, így van. A, aki nyert, az rögtön a 15-öst, második a 14, és így jöttünk végre, így maradt számunkra a második rajtpozíció az első versenynapra. Igen. De még mielőtt még biztos, Norbi erről mesélne, csak gondoljatok Lengyelországba, ahol ugye Griazinnal volt egy, egy probléma, ami miatt gyakorlatilag nagyon hátul végzett a kvalifikáción, és nem tudom, 37-nek, vagy nem tudom, hányadiknak rajtolt és űridőket ment. Tehát ő már gyakorlatilag tiszta. Els, tiszta. Első versenynapon eldöntötte igazából Igen. a versenyt, ha nem esik ki a, a, a nem tudom, műszaki hibával, uh -huh. vagy abroncshibával, nem tudom pontosan, mert ott hivatkoztak erre és arra is, akkor töröny magasan meg, megnyeri a versenyt Hiszen későn rajtolt, tehát Igen. tiszta volt előtte Teljes, a pálya. Sem más pályán ment így. És ez miért Igen. van egyébként, hogy ezt a kvalifikációt még mindig megtartják ennek ellenére? Egyfelől szerintem, amikor bevezették, akkor látványosság volt benne. Ugye ez volt a Rally vb is, ahonnan egyébként már kivezették, Bizony. amit a Tamás is mondott. Az lb n ezt még valamiért hagyják, hagyták, hagyják, és, és, ebben biztos vagyok, hogy ez azért is van, hogy, hogy egyfajta látványosság nagyon sok esetben oda lehet vonzani a nézőket egy, egy olyan pontra, ahol van egy szabad edzés, ahol elmehet kétszer a mezőny, és harmadszorra jön a kvalifikáció. És ez egy nagyon-nagyon látványos pont lehet, ahol kvázi biztonságos sággal, mondjuk el tudja helyezni a nézőket is a rendező. Tehát ez egy, ez egy, olyan plusz, amit, amit még tud adni a rendezvénynek, és ez valóban nézői szempontból ez egy, ez egy tökéletes dolog, hiszen valaki ki is sétál oda mondjuk délbe, és délután négyig, ötig, hatig látja a kedvencét egymás után háromszor. Tehát, hogy ennek van, van egyfelől magyarázata, ezt érteni kell, de amit a Tamás is mond, hogy, hogy lehetőséget ad a játékra. Tehát név nélkül mondom, de, de mondjuk olyan világbajnokságon résztvevő pilóta, aki egyébként gyári csapatban szerződése van, ő eljátszotta azt, hogy ő lassan ment, és kapott a kvalifikáció 8 vagy 9 másodpercet, és ezáltal kapott egy 20, ki, kikerült az első 15-ből, ment a kvalifikáció egy 25 időt, ennek megfelelően ott rajtolt, és rommá verte a mezőnt, és az első versenynap végén a második pozícióban volt, és, és a, a vége is nagyon jól sikerült neki. Tehát, hogy, ezen a szinten én sportszerűtlennek ítéltem meg, és a hibám után sem csináltam azt, hogy, hogy akkor, én, akkor én túlcsúszok véletlenül kanyaron. Őszinte vagyok. Az események tükrében meg kellett volna csináljam, mert kettő évvel ezelőtt pontosan ugyanezt tettem meg. És, és kettő évvel ezelőtt pontosan ugyanilyen eredménnyel jöttem haza. Az más kérdés, hogy abban akkor benne volt az is, hogy ezen a pályán nem tudtam még versenyezni, és visszakanyarodok a beszélgetésünk elejére, most egy nagyon-nagyon nagy smiley jövök haza, és egy óriás töltettel, mert amit mondtam az elején, most voltam életemben a legközelebb az élmezőnyhöz, és itt van ez a beszédes adat, erről majd beszélünk esetleg. Később. Igen, hogy a 13 ok lettetek, ez ugye három pontot ér, hiszen az első 15-öt pontozzák. Azzal a 3 perc 14 másodperces hátrány egyébként 2019-ben érdekes módon a hetedik helyen volna, végeztetek volna. Ez azt jelenti, hogy pokolian erős a mezőny, és ezt minden élmenő elmondta, hogy ez gyakorlatilag szinte már világbajnoki szint. Tamás, ha most felveszed a versenyszervező, versenyrendező, akár promóteri kalapodat, akkor, akkor ezt te hogyan látod? Hiszen Nyíregyházán például ugye van egy nyitó rendezvény, amikor kimegyünk a rabócsiringre, és mindenki jól érzi magát, és látjuk az összes indulót. Ezt mindig a, a versenyrendező, illetve a promóter dönti el, hogy hogy mit szeretne. Még visszatérve egy pillanatra a kvalifikációra, promóteri szempontból az jelentősége, hogy tétre megy. Tehát uh -huh. Minden, ami tétre megy, az sokkal több nézőt vonz. Tehát ez ez nagyon fontos. De egyébként a, a rabocsiringen is az a lényeg, hogy nem csak autózgatunk, hanem beszámít a versenybe. Tehát gyakorlatilag. A szuper speciális. Tehát el tud veszíteni a versenyt, uh -huh. mint ahogy egyébként a világbajnokságon is volt rá példa, nem tudom, Növél hibázott egyszer egy. Emlékszem egy ilyen szuper speciálon. Oda az autót, és elbukott egy verseny. Tehát a, a, mindig a legfontosabb az, hogy tétre menjen. Ha nincs tétje, akkor, akkor, akkor ez olyan, mint a póker, akkor sokkal könnyebb, <laughs> mondod az ólint. Hát igen, ha a kicsi a tét a kedvem sötét. Hogy egy klasszikust idézek, de ugye ennyire az az érdekes helyzet áll elő, hogy az egy aszfaltos rally, tehát nincs ekkora jelentősége a rajt pozíciónak. Meg ugye a szuper speciál, tehát nem is a klasszikus kvalifikáció. Így van, így van, ott nincs, nincs jelentősége, ez igazából egy, 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 egy megszokás egy ceremónia gyakorlatilag, ez egy lehetőség a, a promóternek, hogy, meg a médiának, hogy kommunikáljon valamit, megmutassák magukat a versenyzők, ez egy promóciós eszköz. Visszatérve a Liepa Jaralira, tehát Nikolaj Griazin nyert, ugye a Volkswagen Polo erőttel. Craig Breen az ír versenyző lett a második a hyundai aztán Alexei Lukyanuk a harmadik, és még néhány érdekesebb eredmény, illetve egy egészen pontosan András Mikkelzen az ötödik helyen fejezte be a Liepa Jaralit, Norbiti pedig a 13 lettetek. Milyen volt? Ez a Liebaj Rally, mert például Mikkel ezen azt nyilatkozta, hogy bizonyos gyorsasági szakaszok bonyolultabbak, mint akár mondjuk a Finn Rally speciál szakaszai. Ez egy nagyon beszédes adat tőle, hiszen ő, ő már azért részt vett jó pár Finn rally és jó pár VRC-s versenyen túl van, és VRC-vel is, tehát ment már igazán nagyon-nagyon gyorsan ezeken a pályákon. Én ugye Finnországban még soha nem jártam, egyet tudok elmondani, hogy első szemmel, amikor odamész, és, és végigmész a pályabejáráson, akkor, és ezt már két éve is tapasztaltam, és akkor volt a nagy débetű az arcunkon a döbbenet, amikor, amikor két évvel ezelőtt végmentünk, és, és, a tréning után igazából nem értettem olyan nagy, hogy nem tűnik ez olyan bonyolult versenynek, ez kis finom kanyarok vannak egy csomó helyen. Igen, valóban, csak a tréningen mehetünk akkor azt hiszem talán ilyen 70 km per órával maximum, a versenyen meg odaértél 185-tel, vagy 190-nel, és abban a pillanatban, ez, a, ahogy, ahogy ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, ezen a pici, apró, csapágygolyós murván közlekedni 180-185-tel, abban a pillanatban, amikor meg, megcsúszik az autó, is, és, és, még nem talált tapadást, addig ez egy nagyon érdekes helyzet, és valóban itt még nagyobb jelentősége van annak, annak a, súlyát helyezésnek, amit, amit az autóval alapvetően csinálsz, és nem mindegy, hogy mennyire billen meg az autó, és, és mennyire mozdított ki a súlypontjából, és ez, ez meghatároz, akár kanyarokat, egymás után több kanyart is. óriás nagy felfedezéssel se jöttem el erről a versenyről, és ahogy mondtam, az előbb is nagyon nagy töltettel, mert ha külön vesszük a versenynapokat, és itt jön a beszédes adat, amiről beszéltünk akkor a második verseny napon, amikor már jobb rajt pozícióból tudtunk menni, és ott mindegyik, tehát ott a második körben is igaz volt ez, amikor már egyébként mindenkinek tiszta volt a pálya, akkor volt ötödik vagy hatodik gyorsági időnk, illetve a második versenynapot, ugye itt a napokat külön értékelik, külön is értékelik, és a második versenynap értékelésében nyolcadikak lettünk, de ami ettől még beszédesebb, is, itt jönnek a számok, hogy attól az András Mikkelzentől, aki valamilyen szinten az életér ment, mert, mert szeretett volna előrébb jutni, hiszen ő kapott egy büntetést, és erről beszélhetünk, mert ő nem itt végzett volna ebben, a, ebben a pozícióban, a 90 kilométeren kaptunk 40 másodpercet. Ez kevesebb, mint fél másodperc kilométerenként, és ez a nagyon nagy adat, és ez az, amit tovább kell vinnünk. Tehát itt most visszamehetünk oda, hogy ha nem rontom el a kvalifikációt, vagy túl elrontom, és jobb pozícióban megyünk az első versenynapon, akkor most úgy beszélgetünk itt, hogy egy szenzációs eredménnyel tudunk hazajönni egy olyan versenyről, ahol az északi pilóták dominálnak, és ahol ők felnőttek, és ahol ahol több ezer kilométerük van Magyarországról, ezen, ezen a fajta útfelületen, ez egy másik fajta murva, nagyon-nagyon pici a rutinunk, és ezzel a pici rutinnal tudtunk hozni egy olyan részeredményt, ami, ami nagyon beszédes, és ami, amivel lehet töltekezni, és ami, amiből építkezni kell majd a későbbiekre. Ezen a ponton a Jobb három Szigorú Podcast hallgatója joggal teheti fel a kérdést, hogy de Norbi, a rutinnak nem része ez a fajta csibészség? De teljesen igazad van. Ettől függetlenül sokkal erősebb volt a sportolói vénám, és sokkal erősebb volt a sportszerűség, ami bennem volt. Hiba volt, azt kell mondjam. Remélem, hogy a fiatalok, akik hallgatják ezt a műsort, nem ezt fogják belőle ki hallani, hogy, 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 hogy kvázi zsiványkodniuk kell, mert ez nem csalás. Tehát ez fontos, hogy az, aki eljátszotta mondjuk, hogy ő, ő elhibázta a kvalifikációt, ő nem csalt, egyszerűen kihasználta a szabályokat, a lehetőségeket, és én ezt nem használtam ki. Bennem sokkal erősebb volt a, a az a versenyszellem, hogy, hogy én ezt nem, nem tehetem meg a többi mm -hmm. versenyzővel szemben. A mostani eszemmel egy, egy hét vagy három nap távlatából azt mondom, hogy meg kellett volna tennem, mert, mert más is élt vele, és, és, és igazából talán még a lelkismeretemmel is el tudtam volna számolni. Ez, ez örök dilemma egyébként, de hát ezt te is tozzolja, hát a egyből számtalan példát tudsz mondani, de ugyanígy a rali világbajnokságon is van csapatutasítás, vagy van, vagy nincs, de mégis látjuk azt, hogy az összetetben, jobb pozícióban lévő pilóta mondjuk a saját csapattársa elé kerül az utolsó körben. Te ezek, ezek mind olyan dolgok, ami, ami, jogilag rendben van sok esetben, vagy határeset, mert azért ez, 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 nem mindig megy át. Nagyon vékony megy. Igen, ami nincs leírva az autósportban, hogy nem szabad, azt elvileg meg lehet csinálni. Tehát ugye a szabálykönyvek úgy működnek, és azért válnak egyre vastagabbra évről évre, vagy szezonról szezonra, mert rájönnek valamire a csapatok, a pilóták, és akkor azt a kis kaput szépen bezárják. Ez még egy plusz sor, vagy egy plusz oldal a szabálykönyvben. Tamás, te ugye folyamatosan kapcsolatban vagy a Rally Európa Bajnokság promó terével, szervezőivel. Vannak olyan fórumok, ahol esetleg ezt föl lehet vetni? Igen, mindig, minden évben van olyan fórum, ahol a versenyrendezőket gyűjti össze a promóter. Ilyenkor nyilván mindenki jöhet az ötleteivel, a promóter előáll az ő saját javaslataival, és hát nyilván nagyon fontos, hogy az FIA mit szeretne, tehát mindenek van egy, 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 egy biztonsági vetülete, de speciál a, a kvalifikáció, ez tisztán egy sportszakmai vagy promóteri kérdés, ennek uh -huh. nincs biztonsági vetülete. Valószínűleg az lesz, hogy azért azt látszik, hogy a VB meg az EB azért követi egymást, tehát, tehát valószínűleg a az hogy itt is kivezetik, lehet. fog. Kerülni, mert nagyon sok belőle a, a, a problémás. És, és ugye a versenyzők között is egyébként van van e, e, egy pici tűz, egy érdekesség, van egy WhatsApp csoport, uh -huh. az EB-n a, a, a résztvevők, aki úgy gondolja, ő felvetetheti oda magát, és ez egy ilyen, nem tudom, több százan lehetünk benne, pilóták, navigátorok, csapatvezetők. És például e, most, ami kezen az megmarta egy picit a griazint, hogy hogy ugye a kvalifikáció, mert a kvalifikáció előtt már ugye a promoter a versenyző Rendező érzékelt, hogy a versenyzők elkezdtek taktikázni, hát. és, és írtak, írtak ebbe a csoportba. Hogy jól vigyázzon mindenki, mert aki nem fejezi be a kvalifikációt, az az, az, a kétkerekes autók mögött fog rajtolni. És amikor Mikkelzen ezt nem hagyta szó nélkül, azonnal mondta, hogy mint például Griazin Lengyelországba. Uh. Tehát, hogy, hogy ő, ő, paprikás volt Igen. ettől, és, és, és látszik, hogy, 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 ő, nem taktikázott. A Griazin itt megmutatta nyilván, hogy, hogy a kvalifikáció is tud gyorsan menni. Azt mondom, hogy az élversenyzők közül egyébként kevesebben éltek ezzel, hogy elrontották, de, de tehát, tehát a nagy, nagy része azért inkább odament és megmérette magát. Hiszen a sportember, és, és, és a sportember, bennök és a sportember is bennük is felülkerekedett. Így van, pontosan így van. Mert ha tiszta, vagy nincs, vagy egyértelmű, akkor, akkor a versenyző sem tud a másik kvázi ellenében szólni. De valahol egy nagyon picit igaza volt a Mikkelzennek. Igen, és a, érdekes, hogy most ezt a nyomorult kvalifikációt boncolgatjuk, és ezért van az, hogy most ugye a, 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 a Norbi egy 13. hely mögé próbál ö, bevinni uh -huh. minket, vagy a hallgatókat. Pedig hogyha a kvalifikáció másképp sikerült volna, akkor nyilván lehet, hogy akkor nem tudom, egy, van egy, egy hatodik idő, mondjuk abszolútban. Most meg, tehát ez egy nagyon kicsit igazságtalan Igen. sport azért a, a motorsport, ezt már többször, többször érezt. Igen, és ugye néha a sport én, nagyon furcsa történeteket ír, mert néhány évvel ezelőtt valamelyik olimpiáról emlékszem, hogy gyakorlatilag azzal a helyzet állt elő, hogy két röplabda csapat állt egymással szemben, és egyiküknek sem volt érdeke győzni ne tudjátok meg, hogy mi volt. Tehát gyakorlatilag úgy ütötték ki a labdákat szándékosan, mint általános iskola 5. osztályban az első röplabda foglalkozáson. Tehát, hogy a lebonyolítási formákból néha következnek ilyen abszurd helyzetek, és azt nem tudom, hogy esetleg a rali közösség összefogna, vagy többen gondolják úgy, hogy elrontják idéző a kvalifikációt csak azért, hogy jobb legyen a startpozíciójuk később, akkor nem állhatnak elő ilyen helyzetek, mert ez már a nézők ellen is van, hiszen én nem azokat akarom látni, akik pilinkélnek mint a végig a kvalifikáción, hanem akik nyílen Már végig nyomják. volt. Hát ez az. Tehát hosszú távon a promóternek meg a szervezőnek sem érdeke, mert a nézők érzik becsapva magukat. Így van. Egyetértek. Hú, de izgalmas téma ez. Jó, belecsaptunk gyerekek, 20 perc eltelt az adásból, és ezt jó, hogy megbeszéltünk. Na, de akkor menjünk be a számok mögé, és mielőtt folytatnánk ezt. Ugye Norbi az imént említett, hogy a szombati napnak voltak nagyon-nagyon komoly részeredményei. Egészen pontosan a hetedik gyorsasági szakaszon az ötödik időt e, autóztátok, és az utolsó mért pontnál ugye van egy ilyen applikáció, amin, vagy egy számítógépes program, amiben meg lehet nézni, vissza lehet nézni, hogy álltatok. Csak Lukjanuk volt nálatok gyorsabb. Tehát volt egy ilyen része a dolognak. Ebből egyébként hoztunk egy részletet. Egy 1 perc 20 másodperc tömény élvezet következik, tehát jöjjön az a bejátszás, ami a hetedik gyorsasági szakaszon készült. Ferenc Ramon diktálja az itinert Herzig Norbertnek. 130, fékes bal, kettő levág, 200 átlő, fékes bal, három, 100, fékes, jobb három, úton, 350 fák között jobb egy gáz, és sima balgáz. 130, megint sima balgáz. 120, jobb egy gáz, és bal 12, tempó 200. Sima balgáz, hosszú vége, bukkan gáz, egyenes 80, kisfékes jobb kettő, fa mögé, de tempó 250 átlő. Fékes bal 2, 200, bal kettő, tempó hosszú, 180, bukkan egy gáz, 80, és bukkanóról jobb kettő, tempó 200. Bukkan leszorít, és fékes jobb három úton, ötödikes, 200, sima jobb gáz, ezer átlő. Jobb kettő tempó,

Hát körülbelül ennyi volt. Tömény élvezet, és ilyenkor szeretem félszemmel Norbi arcát figyelni, mert Próbáltam tényleg... belőle, hogy hol jár, <laughs> Látszik, a hogy a jönnek, jönnek, vissza az emlékek. Magyarázzuk meg ezt az itiner diktálást, meg ezeket a számokat a kevésbé rutinos rali podcast hallgatók számára. Miért különleges ez? Ugye ez alapvetően kanyar erősségekből áll, egy-egy információ kanyar mellé levág, fékes, vagy esetleg egy, egy sebességi fokozat, illetve méterekből áll, ami a méterek egyébként nem valós méterek, ezek a saját mértékegységemben felállított méterek, mm. 120, 1002, az például, tehát ezek mind-mind rövidebbek, mint, mint egyébként, mm. tehát nem 1200 métert kell elképzelni a kedves hallgatónak, és ebből kell gyorsan menni. Amitől speciális az az, hogy, hogy itt nagyon sok ilyen egyenes van, és nagyon-nagyon sokszor értünk oda a ötödik végsebesség közeli állapotba, és ott, ott meg kellett próbálni átnyomni, vagy amit, amit kitaláltunk, azt, azt nem elvenni a gázt, vagy, vagy csak picit mozgatni az autót vagy igazítani az autót egyébként és ebben ebben ismét rengeteget tanultam, nagyon nagyon érdekes számomra ez a, vagy volt érdekes volt ez a verseny. Itt milyen tempóról beszélünk? Az ötödik, a rövidebb áttétellel mentünk, ami egyébként így utólag nem tudom, hogy jó választás volt-e. Nagyon megoszlik mindig a vélemény, hogy mennyit megy leszabályzáson az autó, e, e, mikor éri el, ugye a rövid áttételő vagy gyorsabban eléri a 185-ös végsebességet. E, azonban ott, ott, hogy mennyit utazik, ez nagy kérdés. Majd a mérnöktől meg fogom kapni az információt, hogy mi lett volna, ha uh -huh. a hosszúval megyünk, az a hosszabb az áttétel, de lassabban éri el. E, itt ilyen 180-185-ökkel mentünk, nagyon nagy nagyon sokat, és uh, rengetegszer volt az, hogy egy jobb kármas kanyarnál például mi negyedik sebességi fokozatba szoktuk uh, abszolválni, de itt, itt például hall, hall, hallhattuk, hogy, hogy jobb három ötödikes, de, de ez, ez ötödike, mert volt hely, tehát annyira esetleg szélesebb volt, hogy még nagyobb tempóval át lehetett rajta menni. De érdekesség a nézőktől egyébként, hogy a, a helyi nézőktől, hogy mennyire rutinosak, és tudják, hogy hol lehet egy grízes pont, ahol esetleg lehet probléma. <síns> <síns> pont ennél a helynél egyébként ott álltak egy, egy kisebb, tehát ilyen csoportokba állnak ott, ahol lehet baj, ők már tudják, hogy hol van olyan törés a, a, az útba, ott, ott például láttak -e fel a szőrök a kezemen, most is mert emlékszem, hogy befordultunk ebbe az ötödikes kanyarba, és, és, és bal oldalon volt egy ilyen egy, egy kis kerítés, egy egy pici portállal, és úgy, úgy, úgy mellé csúsztuk, és úgy láttam a fejeket magamba, hogy, hogy, hogy ott állnak, és így nyújtják, az, hogy befér, elfér, vagy mi fog történni. Vicces volt nagyon. Fantasztikus egyébként, tényleg annyira belemegyünk ilyenkor a ralinak a mélységeibe, annyira jó hallgatni téged, ez, ez tényleg teljesen jól leírja, hogy mit élhettek át az autóban. Van van még egy, egy, egy élményem, ami, ami számomra hihetetlen, és ebből látszik, hogy itt valószínűleg nem mehettem túl gyorsan. Volt egy gyorsági szakasz képzétek el, ami egy balos kanyarral egy tó mellé, egy pici, pici tó mellé vezetett, de mindenfajta védelem nélkül. Aha. És itt, ha valaki elhibázta, be tudott csúszni a tóba. Tehát rendesen és ez egy nagyon veszélyes hely. Láttuk, talán egyszer ott nak -nak volt egy ilyen nyarali ben hogy beesett egy tóba, és, 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 látszik, hogy menekülnek a navigátorra, és elsüllyedt az autó, és uh. ki tudtak jönni belőle, ezt fönn van szerintem a, a különböző videó uh -huh. megosztó portálokon. A lényeg, hogy amikor elfordultuk ezt a balost, akkor a, a, a tó másik oldalán láttam, oda volt húzva egy, egy, egy kis motoros csónak, és kettő darab búvár ott állt mert ha ide valaki beesik, azt, azt meg kell menteni. Tehát, hogy, hogy me, mennyire érdekes, és ott itt, itt, nincs védelem. Tehát, hogy ez jó volt. Tisztára, mint a Monaco-i Forma 1-es futamon, ott is vannak néha bulvárok, hogy a kikötő környék, hogyha beesne az autó. Ez egyébként veszélyes. Hát erre föl, kell, föl se lehet készülni, ja. csak úgy, mint ezekre a murvás szakaszokra Magyarországon. Ahogy említetted, erre itthon nem lehet rutint szerezni. Egy nagyon picit, és, és nem, 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 nem tisztem kritizálni a magyar bajnokságot, hiszen most nem veszek részt benne, de valamilyen szinten mégis, hiszen a gyermek indul, és látom a, a viszásságokat, azt nagyon-nagyon azt rossz ö, ö, hírnek, vagy rossz. Ö, tendenciának vélem felfedezni, hogy egyre kevesebb a murvás verseny, és, és a magyar pilóták most ezután a verseny után, és, és nem bántva senkit, de azt látom, hogy, hogy borzasztó kevés a rutinjuk a murván, és én nagyon-nagyon sok pénzt, energiát tettem abba bele, hogy, hogy murván fel tudjak zárkózni, és, és mostanra érek el oda több év után, hogy, hogy valamilyen szinten fel tudom venni az élmezőnyel a versenyt. Magyarországon ma murván, talán mondhatom, hogy nekem van a legnagyobb rutinom a versenyző, a pilóták között. Eh, és azt látom, hogy Magyarországon így, hogy ennyire kevés a murvás verseny, és ennyire nem támogatja a szövetség azt, hogy, hogy több legyen a murvás verseny, ezáltal eh, hátrányban vannak a magyar pilóták, azonnal egy hátrányból, egy handicappel indulnak. Tehát ezen nagyon jó lenne valamit változtatni, mert így, ahogy mondod, Magyarországon nem tudsz felkészülni, illetve nincs olyan helyen murvás versenyünk. Volt egy nagyon jó szombathely ralink, ahol egyébként hasonló, mert van tempó, és, és ott, ott úgy helyek közel ez a pici apró kavicson közlekedik a mezőny. Volt korábban egy Székesfehérváralink, kellene, én azt hiszem, hogy van olyan jó természeti helyzetben Magyarország, hogy lehetne több murvás versenyt csinálni, és ezzel el kellene kezdeni foglalkozni azért, hogyha akarjuk, hogy a jövő generációjából valakit eljutassunk esetleg nemzetközi szintekre, szerintem fontos lenne. Nálam most más, is, más prioritást nyert, én el tudom azt képzelni, hogy a gyermekemet a következő év években nemzeti északi bajnokságokban, Lettország, Észtország, esetleg Finország futamain indítjuk azért, hogyha ő belőle szeretnénk egyszer egy, egy, egy nemzetközi pilótát nevelni, akkor legyen meg a rutinja, hiszen a rali a rali világbajnokságon 70-80%-ban zajlik, a rali Európa-bajnokságon pedig 50%-ban, hiszen a 8 futamból négy murvás, négy aszfaltos. Pont ezt akartam mondani, de <coughs> sajnos lelőtte a poént a Így van. Tehát azt Macam. kell látni, mind, mindig a nemzetközi trendeket kell nézni, és ahhoz kell igazodni. Tehát most, most, sajnos jelen pillanatban a magyar bajnokság nem illeszkedik ebbe a trendbe, mert van azt hiszem idén hét futam, és abból egy murva. Ráadásul az egy murva az jellegében inkább a lassabb pályákra tudja felkészíteni a versenyzőket, vagy inkább a... Igen. Vagy igen, nem, is lassabb, nem, hanem ennyire hanem gyors, nem, ennyire a gyors. Igen, nem ennyire gyors. Területű pályákra, nem tudom, mint egy akropolis vagy egy ciprus. Hoz, Portugália, vagy portugáli, igen. Így, így van, így van, de a nagyon-nagyon tempos ilyen, ilyen Baltikumban, vagy <suk> vagy Skandinábiában lévő pályáknál egyszerűen fényévre van a, a világ élmezője. Ebben a podcastban elsősorban a Liepaja raliról beszélgetünk, de már kétszer emlegetett Patrikot, hogy sikerült neki a meccsek rali, Norbi? <suk> nagyon rosszul. <arra> <suk> <suk> ez, ez volt a visszatérés a nagy balesete után, nagyon őszintén elmondta, hogy félt az autóban, nem érezte jól magát, nem is sikerült igazából jól beállítani az autót, most mondhatom e, e, egyes e, harmadik szemében, hiszen nem tudtam neki segíteni, nem tudtam ott lenni a teszten, a versenyen is csak nagyon részben tudtam, a, pont a Liepaja rally miatt, és, és kicsit elengedtem a kezét, és látszott, hogy ez nem volt egy jó ötlet. Azt gondolom, hogy túl van azon, hogy, hogy, hogy az első, a nagy perec utáni első versenyzés beülni az autóba újra is menni, majd most jön a Veszprémre, amit, amit borzasztóan kedvel, nagyon az egyik kedvenc versenye Mikulás Rally, Veszprém Rally. Ugyan nincs nagy tapasztalat a Murván, de tavaly rögtön nagyon jól ment itt, úgyhogy nagyon várja, és majd ott kicsit segítünk neki. Ha már a Murvás versenyekről beszélgettünk. Egyébként ugye Rómában folytatódik a Romadi Capital Rallyval az Európa Bajnokság. Erről mit érdemes tudni egyébként? Ez milyen hangulatú, meg milyen felületű borítás? azt gondolom, hogy innentől kezdve má mára már az alaphangulatot megadja. Nagyon jó pályákon zajlik, van köztem nagyon tempós, van köztem szűkebb erdei, a rész, ahol, 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 kicsit dobálósabb az aszfalt, van jobb minőség, a hangulat az, az mindig nagyon jó, ezáltal, hogy egy kicsit a, a pandémiás szabályokon lehetett lazítani, valószínűleg visszatér a mezőny Rómába, a tengerpartra, van a, a kapitoliumnál egy, egy rajtszeremónia, tehát az mindig, mindig egy nagyon nagy látványosság, úgyhogy igazából ez az egyik nagyon-nagyon kedvenc versünk. Alapvetően Olaszországot nagyon szeretjük, és meg az olasz embereket is, azt egy picit azt a mentalitást, várjuk a versenyt. Ez lesz tehát a harmadik futam, és ugye a, nyolc, a tervezett nyolc futamból álló Európa-bajnokság egyike, egészen pontosan az utolsó előtti versenye a Rally Hungary nyíregyházán. Tamás, hogy állnak az előkészületek most így, amikor júliusban beszélgetünk az októberi esemény előtt? Úgy gondolom, hogy több, több konkrétumot valószínűleg a következő podcast adásban fogok tudni mondani. Egyelőre Egyelőre még, még egy kicsit messzinek tűnik ez az október 23 ai <laughs> a, Aztán kettőt pislantunk, és rögtön itt van. Tényleg ilyenkor az ember hajlamos azt mondja, hogy ó, oh, messze van az még, és aztán olyan hamar megérkezik. Ugye két futam után Alexei Lukjanok, a címvédő vezet, neki 64 pontja van az Európa-bajnokságon. András Mikkelzen 55 ponttal áll a második helyen, Mikó Márcik a lengyel pilóta a harmadik 41 ponttal. Aztán jön Griázin, aki tehát harmadszor tudta megnyerni a Liep 39 ponttal. Efrén Larinának, a spanyolnak 37 pontja van, ő az ötödik ezzel. Craig Green aki dobogóra állhatott a Liepa Jaralin összetetben a 6. 34 ponttal, Neil Solens a 7. 25-tel, Erik Kajsz 21 ponttal a 8. és Herzig Norbert Ferenc Ramon kettőse a 9. összetetben 20 ponttal. Megadom a zárszó lehetőségét a Norbinak. Én most azt szeretném mondani, hogy nyilván elfogult vagyok a Norbival, mert, mert nagyon kellenek a magyar sikerek, nagyon jó ez az ercének. Az, hogy két futam után mind a kétszer feliratkozott a táblára, ez a legfontosabb. Tehát én én azt mondom, hogy itt, 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 a, itt nem a csatát a háborút kell megnyerni. Nagyon sok van hátra. Ott van a top 10ben, nem olyan nagyok a különbségek, én, ezt, én, én, én én úgy gondolom, hogy talán a legnehezebb verseny volt az évben, az én előzetes gondolatom szerint ez a lépálja. Tök pozitív, úgyhogy, úgyhogy tessék tovább gyűjtögetni a pontokat, szerintem Róma egy kiváló lehetőség, meg a nyers temp hód, Norvi azért aszfalton az, az, az úgy gondolom, hogy megvan. Azt hiszem, egyébként köszönöm, és, és nyilván ezzel megyünk tovább, erről beszéltünk év is, aszfalton Nagyobb a rutinunk, ez kétségtelen. Beszéltünk már nagyon sokszor erről, Magyarországon sokkal többet mentünk aszfalton, ergo egyértelmű, hogy, hogy amit te mondasz, a nyers tempó aszfalton sokkal, sokkal közelebb van. Ráadásul Rómában van már valami rutinunk, hiszen kétszer indultunk, és az látszik, hogy azokon a versenyeken, ahova már mondjuk harmadszor tudunk menni, és már befejeztük azokat a versenyeket, ott ott, ott azért számíthatunk jó eredményre. Úgyhogy nyilván én ezt kívánom magunknak, illetve azt, hogy a pálya bejáráson ne kapjunk egy kisebb büntetést, mint amit most is kaptunk egy 375 eurós büntetést a, a, Nemzetközi Autosport Szövetségtől, mert alapvetően 80-nal lehetett menni a pályákon, mi ezt tartottuk becsülettel, de volt egy-két hely, ahol 50-re, illetve 30-ra visszaredukálták, és az egyik ilyen helyen nem vettük ezt észre, és, és tartottuk a 80-at, úgyhogy itt kaptunk egy, egy ilyen bírságot, de ami, ami, a jobb hír, hogy ha, ha már a, a, szomszéd tehenéről beszélünk, hogy, hogy ettől csak többek kapott mindenki, úgyhogy szegény olasz Umberto Scandola kollégánk az egy ilyen 2000 eurós bírsággal sétált haza, mert még az etapon is gyorsan ment, és mivel ben volt a GPS az autóba, ezért is kapott egy kisebb kúpot, úgyhogy ő, ő, ő azért kicsit logoborral ment haza. Ez nyilván ennek nem örülünk, magunknak szurkolunk, hogy a következő ilyenen még ennyit se kapjunk. Voltak egyébként még magyarok a mezőnyben, az RC2-ben ifjabb Tiborék a második helyen zártak, Fejofanovék mögött. A László Martin Berendi Dávid kettős a géposztály 12. helyén végzett, és László Zoltán Kovács Anna Mária kettős az utolsó gyorsaságin kicsúszott jobb eredményeket kívánunk természetesen az összes magyar résztvevőnek. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm a részvételt, köszönjük a hallgatóknak, hogy ezt a podcastot is letöltötték és meghallgatták. Egyébként a RallyeB legfrissebb híreit megtalálják a RallyeB hivatalos honlapján, ez az fiaerc.com, de hogyha magyarul olvasna valaki rally híreket, akkor például a racingline.hu egészen kiváló összeállításokat találhat. Köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk. Ez volt a Jobb három szigorú. Jobb három szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally Angeri promotere a TRPKFT és a Honda Magyar Automotorsport